az alapanyagárak emelkedése és a termékek egyre nehezebb beszerzése miatt a cukrászdákban is nőttek az árak. A megkérdezett üzletvezető szerint az eddigi enyhe tél és a kisebb fejlesztések lehetővé tették, hogy a 10-15%-os emelést ne kelljen túllépniük. Pár Réka úgy tapasztalja, továbbra is van igény a sütikre és a tortákra a családi ünnepeken, vagy a baráti találkozásokkor. A cukrászdák sincsenek egyszerű helyzetben az infláció óta, hiszen ahhoz, hogy a megszokott minőséget képviseljék, emelni kellett az áraikon. Pár Réka, a Szilágyi cukrászda vezetője stábunknak elmondta, az elmúlt hónapokat nehéz volt kezelni, de úgy érzik sikerült, és az emelések ellenére nem tapasztalnak csökkenést a fogyasztásban. A kezdeti nehézségek ellenére most így 3-4 hónap távlatában úgy látjuk, hogy hála Istennek túl vagyunk a nehezén. Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy azért nem voltak olyan zortelek, de az energiát is tudtuk, sikerült úgy visszaszorítanunk, hogy a hűtőket visszakapcsoljuk akkor, amikor már indokolatlan, amit mondjuk ezelőtt 2-3 éve nem tettünk meg, és egész nap mentek a hűtők egész éjszaka, amikor itt sem voltunk. Úgyhogy hála Isten fűtés és energia tekintetében is sikerült mindenhol. Kicsit korszerűsítenünk, kicsit átgondolnunk a dolgokat, úgyhogy mi abszolút rendben vagyunk most ez ügyben. Pál Réka pozitívan látja a jövőt, próbálnak mindig új ízekkel, süteményekkel kedveskedni a vásárlóknak, hiszen tudják, a mostani helyzetben van, aki csak ritkán teheti meg, hogy beül egy sütire, vagy rendel egy cukrászdából. Most volt február 1-jével egy áremelésünk, egy 10-15%-os áremelések, mind sütik, mind pedig torta rendelések terén. Ezt a lépést sajnos muszáj voltunk megtenni, hiszen a fő alapanyagaink a vaj, a tej, a liszt, a cukor, tehát minden egyéb olyan, ami másoknak is otthon nehézséget okoz, azok sajnos az egekbe szöktek, és nehéz is beszerezni őket, viszont a minőségből leadni meg nem szeretnénk, tehát a vajat nem szeretnénk lecserélni sem margarinra, a tejet nem szeretnénk másfeles tejre mondjuk lecserélni, vagy nem házi tejre, úgyhogy muszáj volt meghoznunk ezt az emelést. A szakember úgy látja, egy névnap, egy születésnap vagy egy délutáni sütizés továbbra is fontos az embereknek. A torták pedig még így is elmaradhatatlan kellékei egy születésnapnak.